A folyamatosan meghirdetett állásokra személyes kompetenciaként határozott fellépést, konfliktuskezelést, valamint jó kommunikációs készséget várnak el a diákoktól. Emellett bizonyos munkakörök esetén fontos a betöltött 18. életév és idegen nyelvismeret is. Fiatalok jelentkezését elsősorban a következő pozíciókra várjuk: állomási segítő, állomási általános információs, irodai adminisztrációs munkatárs, illetve később majd a nyár folyamán kerékpáros segítő, illetve információs hangos bemondó munkatársakat várunk. A jelentkezés az folyamatos, és természetesen a diákokat mielőtt bevetnénk, felkészítjük, tehát egy tanfolyamon is részt vesznek, ahol megkapják a munkájukhoz, a feladatok ellátásához szükséges minden fontos információt. A MÁV és az iskola szövetkezet már évek óta együtt működik diákmunkák szervezésében, amik főként idény munkának számítanak. Ez napi 8 óra, vagy esetleg egyes pozíciókban 12 óra, és ami várható, hogy az ünnepnapokon és az ünnepnapok előtt egy-két nappal lesz igény a diákok munkájára. Általában információszolgáltatás az, amire szüksége van a MÁV-nak, tehát hogy plusz információt tudjon szolgáltatni a megnövekedett időszakban. Tehát itt a útba kell igazítani azokat az utasokat, akik nem ismerik a járást a pályaudvarakon. Legfőképpen az a lényeg, hogy jó kommunikáció képességgel rendelkezzen, és előny, hogyha valamilyen idegen nyelvet is beszél a diák. A jelentkezéshez regisztráció szükséges, további információk pedig a MÁV és a Fürge Diák weboldalán is elérhetők.